Császár Enikő a szerkesztő nevében is nagy szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót. Ez itt a Hitköznapok, a világnézetek a Biblia tükrében soron következő része. A mikrofonnál Fekete Ritát halljátok, és köszöntöm kedves vendégünket, dr. Ruf Tibort, a Szent Pál Akadémia docensét, filozófust, teológust. Szervusz! Szervusz, nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat is. És a mai témánk a judaizmus lesz, ezzel kapcsolatban fogunk beszélgetni, és az is lenne az első kérdésem, hogy honnantól datáljuk a judaizmust. Tehát olvastam olyat, aki Ádámtól és Évától már beszél erről, de van, aki Ábrahámnál, vagy Jákobnál, illetve a törvényadással kezdi. Na akkor honnan kezdődik a judaizmus története? Hát a judaizmus az ugye, van a biblikus judaizmus és az úgynevezett posztbiblikus judaizmus, tehát az Ószövetség lezárása utáni judaizmus. Ugye ez a kettő alkotja tulajdonképpen magát a judaizmust. Ennek nyilvánvalóan az első blokkja, első része az tehát tényleg Ádámtól és Évától az Ószövetség végéig terjedő teljes szöveg, mint isteni kinyilatkoztatás, és aztán miután ez a szöveg lezárult, vagy ennek a kinyilatkoztatása lezárult, ugye magának annak a megállapítása, hogy egyáltalán mi tartozik a Szent Szöveghez, és mi nem, tehát a Héber kánonnak, a bibliai kánonnak, a könyvek listájának az összeállítása, az már tulajdonképpen a posztbiblikus judaizmushoz tartozik, hiszen a maga az Ószövetség nem tartalmaz listát a saját könyveinek a listáját, hanem ezt, például azt, hogy mi a Héber kánon, tehát mi az Ószövetségi kinyilatkoztatáshoz mely könyvek tartoznak, ez tulajdonképpen egyedül a posztbiblikus judaizmusból, konkrétan a Talmudból tudjuk, illetve Josephus Flaviustól, aki viszont ugyanaz a forrás, hiszen maga is egy farizeus pap volt. És ugye az Új Szövetség nem hivatkozik, és nem utal, és nem idéz minden ószövetségi könyvet, viszont idéz nem ószövetségi, apokrif, vagy akár világi görög szerzőket is, tehát annak alapján sem lehet az ószövetségi kánont felállítani. Tehát így mindjárt ez jól meg is mutatja azt a kapcsolatot, ami a biblikus és a posztbiblikus judaizmus között van. Ez egy szerves viszony, hiszen azt, hogy mi az Ószövetség, azt tulajdonképpen a posztbiblikus judaizmusnak a hagyományából tudjuk. Na most, ugye ezen aztán később a kereszténységen belül nagy viták is voltak, mert a katolikus egyház ugye a mai napig egy másik kánont fogad el, nem a Héber kánon, e körül már Ágoston és Jeromos között vérre menő viták voltak. Ágoston majdnem kitiltatta, kizáratta a judaizálás vágyával Szent Jeromost az egyházból, aki a Bibliát ugye latinra fordította, Jeruzsálemben tartózkodott, és a Héber kánon akarta fordítani, mert meggyőzték a rabbik, hogy az az Ószövetség, de mivel az Ágoston az a másik kánont, a Septuaginta kánonját, illetve hát az egyház egy része azt használta, ezért már a IV. Században ezen ugye viták voltak. Na mindegy, mert most nem az ókeresztény kor nehézségeiről beszélünk. Röviden ennyit mondanék, tehát a teljes judaizmus, az a biblikus és a posztbiblikus judaizmus rendszer, egységes rendszere. De azért azt kijelenthetjük, hogy a mózesi törvények jelentik az alapját a judaizmusnak, igaz? Hát igen, de ugye a Mózes első könyvét is Mózes írta, tehát a Noénak adott törvények az is, a Tóra része azt is Mózes írta le, sőt a teremtés történetet és az Ádámnak adott törvényeket is Mózes írta le. Tehát ilyen értelemben ugye az Ádámnak és a Mózesnek adott törvények az egész emberiségre nézve kötelezőek, ezért a judaizmus kezdetét nem a Szinájhegyi csak Izraelnek adott szövetségtől és 613 parancsból álló Tórától számítjuk, hiszen a Tóra első parancsa tulajdonképpen az, hogy szaporodjatok és sokasodjatok, amit már Ádám megkapott, valamint ugye a
kert művelésének, a föld gondozásának, a földön való uralkodásnak, stb. A törvényeit. Utána ugye a Noé ezt még kiegészítette, tehát ez valóban el lehet mondani, hogy mivel ez a judaizmus álláspontja arról, hogy az emberi, egész emberiséget milyen isteni törvények kötelezik, ezért lehet mondani, hogy a judaizmus egészében véve Mózes szerzőségétől, de Ádám és Éva történetétől, a teremtéstől kezdődik. Maga az elnevezés, az hogyan alakult ki, és honnan ered, mert hogyha Mózeshez megyünk vissza, akkor miért Júda neve szerepel ebben a kifejezésben? Hát ugye ez inkább egy vallástörténeti képződmény ez az elnevezés, mert miután a 10 törzset fogságra vitte a Szíria, és onnan ugye nem tértek vissza, gyakorlatilag Júda maradt az egészben megmaradt vezető törzs, és a többi törzsekből Júdában csak viszonylag kisebb létszámú csoportok voltak, így aztán Júda lett a meghatározó hordozója már a babiloni fogságból, ugye csak Júda, illetve hát a vele lévő léviták és Benyámin költözött haza, ezért onnantól már ugye ők vitték ennek a úgymond munkának a folytatását, már a kanonizációt ilyen értelemben ők végezték el, ugye abban már a fogságra hurcolt 10 törzs nem vett részt, és utána is ez a maradék úgymond, vagyis alapvetően a Júda törzse, de nyilván a többi törzsből is mindig voltak Júdában, tehát azért reprezentálva van a 12 törzs, csak a Júdának a túlsúlya annyira nagy lett, hogy emiatt ugye végül a judaizmus nevet kapta. Ugye a Júdából származik a zsidó szó tulajdonképpen, ugye az a Júde, Judaios, ugye görögül, latinul, és aztán utána a különböző etnikai kiejtések, francia, angol, Jew, meg a zsid, meg a mit tudom én, tehát így lett a zsidó a magyar nyelven, az a judeai szónak a torzult alakja tulajdonképpen. Ha ma valaki rákeres az interneten a zsidó vallásra, és szeretném megérteni, hogy hogyan működik, vagy csak keresgél, akkor azt látja, hogy itt Magyarországon is nagyon-nagyon sok válfaja van, úgymond a judaizmusnak. Most mikor volt ez a vallás utoljára úgymond egységes, amikor még, és mi az eredetie akkor ennek, hogyha ma ennyiféleképpen lehet értelmezni? Hát én úgy mondanám, hogy a judaizmus bizonyos értelemben soha nem volt egységes, és ez bizonyos értelemben így volt jó, ugyanis ez mindig egy vitatkozva tanuló vallás, vagy vallásgyakorlat, vagy hit volt. Ez magából a Tórából is következik. Ugyanis a Tóra azt mondja, hogy ne indulj a sokaság után a gonoszra, és ne vaj soha a sokasággal tartva a peres ügy elfordítására. Ez ugye konkrétan a gyakorlatban azt jelenti, hogy a kisebbségi álláspontot is vállalni kell, ha biztos vagyok abban, hogy igazam van, akkor nem csak, hogy szabad vállalnom az eltérő véleményemet, hanem kötelező vállalnom az eltérő véleményemet, mert hogyha esetleg aztán a többség amiatt követel hibát, hogy én nem szóltam, pedig nekem volt igazam, akkor én felelős vagyok a többség eltévejedésében. Na most ugye ez egy tórai erkölcsi parancs, tehát a kisebbségi álláspont nyílt vállalásának a bátorsága és parancsa, és ugye ez azt okozza, hogy a zsidóságban, már az ószövetségi időkben is, ilyen értelemben, hogy úgy mondjam, a szólásszabadság elve és a lelkiismereti szabadság elve érvényesült a törvény keretei között, tehát nem abban, hogy mondjuk szabad házasságtörést elkövetni, hanem abban, hogy hogyan értelmezzünk egy adott helyzetben egy parancsot, hogyan kell egy bonyolult helyzetben, amikor ugye 613 parancsnak a labirintusában kell eligazodnunk a helyes cselekvéshez,
akkor például egy bírói ítélet egy konkrét peres ügy eldöntésében, akkor ugye nagyon döntő, hogy az abban résztvevő emberek a lelkiismeretük meggyőződését ennek az értelmezésében bátran hangoztassák, mert így lehet kialakítani a közös álláspontot. Na most emiatt a judaizmusban a visszakövethető legkorábbi időkig menően, hogy mondjam, szabad vita volt, ez ugye odáig ment, hogy Mózes akár még Istennel is vitába szállt, hogyha nem értett egyet, például azzal, hogy Isten el akarja pusztítani büntetésből Izraelt az aranyborjú után, akkor ugye Mózes szót emelt, és meggyőzte Istent, és Istennel is fogadta, hogy jó, akkor nem pusztítja el Izraelt. Tehát ugye ez a viszony, ez az egész... Ez az emberek közötti kapcsolatra még inkább jellemző. Ugye a judaizmusban olyan típusú tekintélytisztelet, mint például a katolicizmusban, vagy az iszlámban, de még egyébként ott sincs akkora, de a katolicizmusban például, hogy gyakorlatilag ugye nem lehet vitába szállni a tanítóhivatal, vagy a pápa, vagy a Vatikán álláspontjával, és tekintélyelv és pozíciók alapján dőlnek el a kérdések. Ugye már az egész Ószövetség során megfigyelhető, hogy a zsidóság nem így működik, tehát még a királynak is lehet ellenvéleményt mondani. Lásd például Joáb jelzi Dávidnak, hogy nincs békessége a népszámlálásban, és hasonlók. Ugye még akár a pap is felelősségre vonható volt, hogyha helytelenül cselekedett, sőt, hát a főpapnak minden évben nyilvános bűnvallást kellett tartani a saját és a család bűneiről az egész nép előtt. Tehát ugye ez azt jelenti, hogy a judaizmus abból indul ki, hogy az Isten népében alapvetően mindenki testvér, és a tekintélyi viszonyok azok másodlagosak, és nincs olyan tekintély, emberi tekintély, amely abszolút megfellebbezhetetlen lenne, és ezért szabad véleménynyilvánítás, illetve a vélemények ütköztetése is. Eleve egy próféta, még ha isteni küldetésből is szólt, ugye nem is emelhetett volna szót különben mondjuk a király vagy a vezetők ellen, hogyha nem lett volna meg eleve ebben a közegben az a szokás a Tóra alapján, hogy az egyéni külön véleményt, a kisebbségi véleményt nem csak szabad, hanem egyenesen kötelező, tehát erkölcsi felelősség hangoztatni. Most ugye ebből alakult aztán ki a posztbiblikus judaizmusban, tehát már, de ez már Esdrás idejétől nyomon követhető, az úgynevezett párban tanulás. Ez azt jelenti, hogy minden egyes ilyen törvényi kérdést úgy tanulmányoztak a zsidóságban, hogy az egyik, a pár egyik tagja az az egyik álláspontot, a másik tagja a másik ellentétes álláspontot vette föl, és körömszakadtáig ütköztették a nézeteiket, de nem azért, hogy ne jussanak egységre, hanem azért, hogy mielőtt egységre jutnak, teljes mélységében és részleteiben áttárgyalják, ütköztessék az összes elképzelhető ellenérvet saját magukkal szemben, megismerjék, fölhozzák, megvitassák, és utána alakítsanak ki egy átgondolt és mélyen megalapozott közös álláspontot. Na most ugye, mivel utána ez a szokás a jesivákban is tovább öröklődött, mai napig a jesivákban párban tanulnak, ugyanilyen, tehát vitatkozva tanulnak párban, és az egész zsidó belső közéletet ezért jellemzi a vitatkozásnak a kultúrája, amely nem az egység ellen irányul alapvetően, hanem ugye ezt úgy szokták mondani viccesen, hogy
egymásnak a zsidók, mikor vitatkoznak, hogy a legrosszabb zsidó is zsidó, tehát nem lehet kitagadni senkit az Isten népéből, ha egyszer abba beleszületett, mert ugye ez egy vérszerinti születésen alapuló közösség, ahol egyszerűen senki nem mondhatja egy zsidóra azt, hogy nem zsidó, ha egyszer zsidó. Ha pedig az, akkor testvér, ha pedig az, akkor lehet véleménye, és ugye ebből fakad az, hogy mind a mai napig a zsidóság egysége az nem a vitatkozás betiltásán alapul, ha mint mondjuk a katolicizmusban, hanem az egymás iránti testvér szereteten alapul az egység, de ugyanúgy, ahogy egy családban a testvérek nem szükségszerűen értenek egyet, bár egységesen cselekszenek a család érdekében, de belső vitáik, őszinte vitáik lehetnek, ugyanígy a zsidóság tulajdonképpen ezt egy ilyen családi ügyként fölfogva, lehetőség szerint a testvér szeretet jegyében, persze ez nem mindig sikerül természetesen, de cél szerint a testvér szeretet jegyében ütköztetik az álláspontjaikat azért, hogy mindannyian mélyebb ismeretre jussanak. Ez aztán nem mindig működött így, és a maga a Talmud is azt mondja, hogy a második templom pusztulásának az oka az volt, hogy ok nélküli gyűlölet keletkezett a nép között, és ezt Jézus is megerősíti szintén a második templom pusztulása előtt magára vonatkozóan, hogy annak az írásnak még be kell teljesednie rajtam, hogy ok nélkül gyűlöltek engem. De egyébként magának Jézusnak a viselkedésében is megfigyelhetjük, hogy semmi problémát nem okozott sem az ő, sem a nép számára, hogy egyszerű vidéki ács gyerekként nyílt és nyilvános vitába bocsátkozott például a Sanhedrin tagjaival, vagyis az ország vezetőségével. Ez teljesen helyén való, elfogadott és normális volt a zsidóság körében, és ezért volt az, hogy a Sanhedrin nem is nagyon tudott mit tenni ez ügyben Jézus ellen, legalábbis korrekt eszközökkel, hanem csak inkorrekt eszközökkel. Én annyit akartam csak hozzáfűzni, hogy ez azért nagyon érdekes, mert ha valaki elolvassa az Ószövetséget, a Mózes könyveit, akkor azt látja, hogy nagyon részletesen le vannak írva bizonyos törvények. Tehát szinte már rigolyásan le van írva például egy áldozati törvény, vagy egyéb más dolgok. Megpróbál kitérni szinte az élet majdnem minden területére a törvény, hogy más vallásoknál nem valószínű, vagy nem tudom, ezt te jobban tudod, hogy mennyire van így részletezve az életnek ez a sok-sok területe, de hogy még ezen is lehet ennyit vitatkozni? Hát sőt, tulajdonképpen így még többet kell vitatkozni, mert ugye azáltal, hogy 613 parancs van, egyébként vannak még ilyen sok törvénnyel ellátott vallások, mert például a védikus brahmanizmusban is rettenetes mennyiségű ilyen rituális, meg egyéb parancs van. Vannak persze olyan vallások, vagy filozófiák, hitek is, amelyekben kevesebb, de a lényeg nem is ez, hanem az, hogy ugye minél több parancs van, itt ugye 613 parancs van, ami összesen a zsidó nép életét a Tóra szerint kormányozza, ezek isteni eredetűek, tekintélyűek, és ezért ezek nem áthághatók, de az alkalmazásuk az tud problematikus lenni éppen azért, mert nagyon sok van belőlük. Például, és ezért könnyen ellentétbe kerülhet két parancs egy hétköznapi szituációban. Mondok egy példát. A Tóra elrendeli, hogy minden fiú gyermeket a születése utáni 8. napon körül kell metélni, mert ha nem metélik körül, akkor kivágatik a népek közül, tehát nem lesz tagja a zsidó népnek. Nem feltétlenül hal meg, de nem tagja a zsidó népnek hitbeli, szellemi értelemben a körülmetélés szövetségének. Na most ugye, viszont ez azt jelenti, hogy minden pénteken születő fiúgyermeket szombaton kell majd körülmetélni 8 nappal később. A körülmetélés viszont annak, aki ezt végzi, ez egy műtéti beavatkozás, fertőtlenítéssel, gyógyítással jár, stb. Ez munka egyértelműen, viszont ugye a szombaton pedig a munka tilos, szintén halálbüntetés terhe mellett.
gyakorlatilag már Józsué idejében föl kellett, hogy merüljön az a kérdés, amikor, mert ugye a sivatagban nem metéltek körül senkit a vándorlás alatt, de Józsué körülmetélte a népet, és utána már ez rendszeressé vált. Tehát már gyakorlatilag Józsué után, mit mondjak, tehát Józsué a bevonulás után egy héttel ez a probléma már gyakorlatilag jelentkezett, hiszen egy több milliós közösségben biztos, hogy mindig születnek pénteken is fiúk, tehát magyarul a mohélnak, a körülmetélést végzőnek akár ne talántán minden nap is, minden szombaton is dolgoznia kell, sőt lehet, hogy az egész szombatot végig kell dolgoznia, és már is jelentkezik egy dilemma, hogy két parancs, mindkettő halálbüntetés terhe mellett egymással minden szombaton szembe kerül. Ugye maga Jézus is hivatkozik erre a problémára a János evangéliumában, amikor azt mondja, hogy ugye végül ti úgy döntöttetek, hogy szombaton körülmetélitek az embert, és valóban úgy tűnik, hogy ez a döntés és az ennek nyomán keletkező szokás, ez egészen Józsuéig visszamehet, mert csak annyit tud mondani róla még a Talmud is, hogy ez az ősi halahá, az ősi szokás, hogy ezt a problémát így oldjuk meg, de még indokolni, az indoklása sem maradt fönn, tehát arra csak találgatni szoktak, hogy fontosabb a szövetség megkötése, mint a szövetségen belüli szombatnak a megtartása, tehát magyarul nagyobb, súlyosabb parancs a körülmetélés, ezért azt kell megtartani, és a szombati munkatilalmat kell a mohélnak ilyenkor megszegnie, de azzal, hogy megszegi, nem rontja meg a törvényt, hanem éppen, hogy ezáltal tartja meg, mert a nagyobb parancsot viszont betölti. Maga Jézus is így fogalmaz, ti szombaton körülmetélitek az embert, hogy a Mózes törvénye meg ne romoljon, akkor miért haragszotok én rám, hogy egy embert egészen meggyógyítottam szombaton, hiszen a körülmetélés során mindig történik gyógyítás, vérzéscsillapítás, fertőtlenítés, vagyis kiderül, hogy mégiscsak lehet szombaton gyógyítani, így érvel Jézus. Tehát nem tudom, hogy világos-e, hogy ugye minél több parancs szabályozza az életünket, annál sűrűbben fordul elő, hogy a hétköznapi életben a parancsok egymással szembe kerülnek, tehát, nem, tehát el kell dönteni, hogy több parancs közül most melyiket tartsam meg, mert nem tudom egyszerre az összeset, mert ellentétbe kerülnek. És ilyenkor például nagyon mély értelmezést igényel, hogy el tudjam dönteni, hogy melyik a nagyobb erejű parancs, tehát melyik a fontosabb. Ugye Jézus például egy másik ilyen hibát is fölró a farizeusoknak, hogy a szülők tiszteletét, az anyagi támogatását szigorúan és halálbüntetés terhe mellett megparancsolja a Tóra. A farizeusok viszont azt mondták, hogy ha valaki már azt mondta az anyagi javainak egy részére, hogy az templomi áldozat, akkor azzal már nem segítheti a szüleit. Ami azt jelenti, hogy egy sokkal kisebb jelentőségű parancsot, azt, hogy mutasson be áldozatot a templomban, ami ugye az esetek nagy részében nem is kötelező, pláne a hála áldozatot az teljesen szabadon választott módon vitték az emberek. És akkor ebben a helyzetben az, hogy hagyja a szülőjét nyomorogni azért, hogy elvigye az áldozatát, ezzel ugye nagyon rossz döntést hozott az illető, mert a kisebb jelentőségi parancsot megtartotta, de a sokkal nagyobb jelentőségi parancsot, a szülő iránti tiszteletet, ami a 10 parancsolatban is szerepel, azt viszont megszegte, és emiatt Jézus azt mondja, hogy az ilyenfajta rossz értelmezésekkel az Isten igéjét viszont meg lehet erőtleníteni az emberek életében. Ugye máskor is mondja a farizeusoknak, hogy ti a szúnyogot kiszűritek, de a tevét lenyelitek. Megadjátok a tizedet a kaporból, az ánisból, a mentából, meg a rozmaringból, tehát ugye az azt jelenti, hogy az éves rozmaring termésem tizede az körülbelül egy teafilterben elfér, és azt nagyon akkurátusan fölviszem a templomba, és leadom a papoknak, miközben elhagyom az igazságos ítéletet, a hűséget és az irgalmasságot, ami sokkal fontosabb, azt mondja Jézus, akkor ugye ilyen esetben ez a vallásos bigottság lényege, hogy a kis parancsot megtartom, de a sokkal fontosabb, nagyobb erkölcsi parancsot elhagyom,
Például elhagyom az emberek szeretetét, ami a legnagyobb parancs az emberi viszonyokra vonatkozóan, de közben megtartok ilyen kis szőrszálhoz sogató dolgokat, hogy az Isten azért ne haragudjon rám, akkor ez teljes tévejgésbe vezet. És ugye az így, mivel a Tóra elrendel egy nagyon erős bírói rendszernek a fölállítását, tehát ez azt jelenti, hogy Izraelben 10 emberre már jutott egy bíró, 50 emberre jutott egy másodfokú bíró, 100 emberre egy harmadfokú bíró, 1000 emberre egy negyedfokú bíró, és mindezek fölött 5 fokon állt a legfelsőbb bíró, aki mindig Isten embere volt. Na most, mivel ez rengeteg bíró, tehát most képzeljük el azt, hogy egy 10 fős csoportra már jut egy bíró, aki előtt az a 10 fős csoport már a legkisebb ügyeit is tudja peresíteni, ha nem tudnak megegyezni. Viszont mivel az összes ilyen ügyekben a törvény alapján kellett dönteni, ezért az, hogy a bírák hogyan értelmezték a helyzetekben a parancsolatok egymáshoz való viszonyát, és megtalálták-e a helyes értelmezést a parancsolatoknak ebben a labirintusában az illető számára, ez viszont mindig megbeszélést, vitát, érvelést igényelt, értelmezést igényelt, és hát tulajdonképpen a Tórának ez az életszerű működése mind a mai napig a zsidóság életében. Ha már itt az előbb a körülmetélkedéssel kapcsolatban hoztál egy példát, akkor beszéljünk egy picit a körülmetélkedésről is, hogy mennyire központi része ez a zsidó vallásnak. Úgy tudom, hogy aki felnőttként tér be a zsidó vallásba, attól is megkövetelik a körülmetélkedést, illetve az, hogy ez gyerekkorban történik meg, ez mennyire ad szabadságot mondjuk egy zsidó embernek, hogyha ő mondjuk úgy dönt, hogy nem zsidóként szeretne élni. Nagyon jó kérdés, sőt mostanában ugye támadják is a körülmetélést Németországban, meg korábban Kaliforniában is el akarták törölni arra ilyen érvekre hivatkozóan. A körülmetélés az egy rendkívül fontos parancs, ugye nem is Mózesnek adatik, hanem Ábrahámnak, és nem csak a zsidóságra vonatkozik, hanem Ábrahám minden fizikai leszármazottjára, beleértve Ismáelt és a Midiánt, Médánt, tehát az úgynevezett arab népeket is. Az arab népek körülmetélkedése is az ábrahámi szövetségre megy vissza, nem, az nem muszlim eredetű szokás, hanem az korábban is megvolt, de ők ugye ezen kívül további törvényeket nem kaptak, csak az Ádámnak meg a Noénak adott törvényeket. Most ugye az Izrael aztán kapott ezen kívül is törvényeket, de az, hogy egy ember genetikailag, tehát vér szerint Ábrahám leszármazottja, azt a körülmetélés szövetsége emeli jogerőre, hogy így mondjam, tehát magyarul, aki nem metélkedik körül, vagy nem metélik körül, az nem tagja a zsidóság szellemi közösségének a mózesi törvény szerint. Ettől még etnikailag zsidó természetesen, és ez azt is jelenti, hogy azt se lehet mondani, hogy nem zsidó, hiszen az, csak ugye a zsidóság az egy kettős közösség, úgy mondom, mert van egy teljesen természetes biológiai alapja ennek a közösségnek, hogy ez egy biológiai, genetikai, etnikai értelembe vett nemzet, és tulajdonképpen egy nagy család, ezt így fogja föl a Biblia is. Tulajdonképpen minden nemzet valahol egy nagy család, de most ebben nem menjünk bele. Most megint elfelejtettem, hogy ebből mit akartam kihozni. Igen, hogy tehát kettős a természete ilyen szempontból a zsidóságnak, mert viszont ugyanakkor erre az etnikai közösségre ráépül egy szellemi közösség is, és aki nincs körülmetélve, az ennek a szellemi közösségnek nem tagja, csak a biológiai közösségnek. Körülbelül ez a körülmetélkedés jelentősége, nagyon nagy jelentősége van, tehát az Ábrahámtól való test szerinti származásnak kötelező jele a Biblia szerint a körülmetélkedés.
És akkor a csecsemőkorban való körülmetéléssel kapcsolatban még, ha esetleg erre reagálnál? Hát Woody Allen tudnám idézni, aki ugye egy reprezentánsa az asszimilálódott New Yorki, de azért mégis zsigereinek legmélyéig zsidó embernek. Ugye őt egyszer megkérdezték, hogy milyen vallású, és erre a tőle megszokott humorérzékkel azt válaszolta, hogy én héber meggyőződésűnek születtem. Na most ugye ez azért vicces, mert hogy lehet egy meggyőződésre születni? És az a helyzet, hogy egy zsidónak nincs szabad választása arra nézve, hogy ő zsidó. A zsidóság az egy belevetettség Isten részéről, tehát ugyanúgy, mint ahogy Isten egyikünket se kérdezte meg, hogy meg akarunk-e születni, továbbá egyikünket se kérdezte meg, hogy melyik országba szeretnénk megszületni, melyik népben, mennyire legyen az egy gazdag és prosperáló nép, vagy inkább egy szegény nép. Tehát ugye minden embernek alaptapasztalata, hogy a sorsában van egy ilyen belevetettség, amit ő nem tudott befolyásolni, amiben az ő szabad akarata nem játszott szerepet. Egy zsidó esetében sajnos az a helyzet, hogy az, hogy valaki a kiválasztott nép tagjává születik, az akár tetszik neki, akár nem, az egy tény, és ez azt jelenti, pontosan azt erősíti meg, hogy nem az ember választja magának Istent, hanem az Isten választja magának az embert. Természetesen számos zsidó van, mint ahogy a Eged is a háztetőmben is a tevje, a teljes ember szenvedései közepette lázongva fölkiált Istenhez, hogy nem tudtál volna valaki mást választani. De hát az a helyzet, hogy ugye ezt sok zsidó szokta mondani, mert ugye szenvedés, sok szenvedéssel jár ez a kiválasztott néphez tartozás, de az a nagy helyzet, hogy Isten ezt nem helyezte az emberek saját döntési hatáskörébe, hanem ezről ő dönt. Ezért én úgy szoktam mondani, hogy a zsidó, tehát ha három ember, három fő csoportot, ahogy Pál apostol mondja, hogy a zsidók, a pogányok és az Isten gyülekezete, tehát az egyház, ez a három fő embercsoport, tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy úgy lehet őket definiálni, hogy a pogány ember az olyan ember, akinek semmiféle viszonya nincsen az élő Istennel, se pozitív, se negatív. A keresztény az egy olyan ember, aki maga dönt úgy, hogy az Istennel pozitív viszonya lesz. A zsidó az pedig egy olyan ember, aki akár akarja, akár nem kapcsolatban áll Istennel, és legfeljebb arról dönthet, hogy haragszik-e rá, vagy szereti. De azt nem tudja megcsinálni, hogy ne álljon Istennel viszonyban. Egy pogány az eleve nem áll Istennel semmilyen viszonyban, egy zsidó viszont, még ha szeretne, sem tudná ezt megcsinálni, ezért ugye az ateista zsidókra is az a jellemző, hogy igazából nem ateisták, hanem antiteisták, tehát haragszanak Istenre, de semlegesek vagy közömbösek lenni nem tudnak vele. Ez egy sorskérdés, erről nem a zsidó ember dönt. És ugye mivel amikor ő megszületik, akkor a családja, ha tudatában van ennek az igazságnak, már pedig a zsidó családok nagy része tudatában van ennek, akkor nem merül föl az a kérdés, hogy a gyerek nem maga döntött a hite felől, és ezért csúnya dolog őt 8 napos korában örökre megbélyegezni azzal, hogy mi rátesszük az ábrahámi szövetség pecsétjét megkérdezése nélkül, mert a zsidóság, legalábbis hogy mondjam, a zsidóság spirituális magva, tehát a erős, igazi zsidó identitással rendelkező hívő zsidók azok tudják azt, hogy ez nem emberi döntés következménye, a gyerek zsidó lett, tehát körül kell metélni, erről neki nincsen döntése. Később gondolkodhat rajta, hogy ennek örül-e vagy nem örül, de akármit gondol róla, akkor is körül kell, hogy legyen metélve.
Ugye pont emiatt támadták meg ezt a egyszer már Kaliforniában, jól emlékszem, és most a legutóbbi időkben talán Németországban, hogy ugye itt beavatkozás történik a gyerek lelki ismereti és vallás szabadságába, mert a döntése és megkérdezése nélkül elkötelezik egy hit mellett. De sajnos meg kell érteni, hogy ez a gondolkodásmód, ez egy kereszténységből kiinduló gondolkodásmód, mert a kereszténységben ott valóban mindenki maga választja meg szabad akaratból az Istennel való viszonyát, de a zsidóságnál a kiválasztottság abban áll, hogy ő nekik ez a döntésük nincsen meg így. És ezért nem lehet a keresztény kultúrának ezt az alapelvét kötelezően kiterjeszteni a zsidóságra, mondván, hogy nem metélhetik körül a gyerekeiket. Hiszen ez az ő számukra halálos bűn. Nagyon sok mindenről beszélhetnénk még így a judaizmuson belül. Én arra gondoltam, hogy szeretnék kérdezni a Talmuddal kapcsolatban, hogy az milyen központi része ma a judaizmusnak, egy picit arról, hogy mikor alakult ki, és hogy hogyan viszonyuljunk mondjuk mi hozzá. Ugye a Talmudot, ami egy hatalmas terjedelmű könyvtár tulajdonképpen, tehát nem egy könyvnek kell elképzelni, mert ez egy falon egy könyvespolc, egy falnyi könyvespolcot megtöltő könyv a Talmud, és nem is egységes mű, hanem rengeteg különféle álláspontot és véleményt tartalmaz pont a zsidóság vitatkozó igazságkeresésének a szellemében. A címe ugye azt jelenti, hogy tanulás, és Talmud az tanulást jelent, és a Talmudról először is azt kell elmondani, hogy az nem egy olyan dogmatikus katekizmus, amiben minden zsidó köteles hinni, mint amit szintén a kereszténységben megszoktak, hanem a Talmud az egyszerűen csak összegyűjti a megírásának az idejében, vagyis ez időszámítás szerint olyan 180 körül kezdték írni, és a babiloni Talmudot 600-as években zárták le, a jeruzsálemi Talmudot, mert két Talmud van, a jeruzsálemi Talmudot pedig a 400-as években zárták le. Tehát ez, de az a hagyomány tömeg, amit a Talmud megpróbált írásban rögzíteni, az visszanyúlik a legrégibb időkig, tehát mindent, ami a zsidó emlékezetben föllelhető volt, több száz rabbinak a véleményét mindenféle kérdésben, és minden egyes igének, minden egyes szaváról, ami fölgyűlt az évezredek alatt, mint értelmezési hagyomány, azt a Talmud mind rögzíti, az egymással ellentétes álláspontokat is rögzíti, időnként mondhatni még az őrültségeket is rögzíti, de szó szerint, tehát egyszerűen arra törekszik, hogy egy teljes írásbeli rögzítését adja a zsidóságnak, az összes olyan belső kérdésének, vitájának, értelmezési hagyományának, illetve azok kialakulásának és azok megvitatásának, amit össze tudtak szedni ebben az időszakban, és ez egy óriási mennyiségű anyag. Na most tudni kell, hogy ezt úgy is hívják, hogy szóbeli túra, szembeállítva az írott túrával, amely írva van. Eredetileg a szóbeli hagyományokat, értelmezéseket tilos volt leírni, pont azért, hogy ne emelkedhessenek az írott igével egyenlő rangra, egyenlő Isten tekintélyre, nehogy valaki azt higgye, hogy az, hogy le van írva, ugye az megmerevíti, fixálja, és akkor rugalmatlanná teszi ezt a szóbeli értelmezési hagyományt. Erre annyira erős szokásjog vonatkozott, hogy egyenesen ki van mondva, hogy aki leírja a szóbeli hagyományokat, az olyan, mint a elégetné a túrát, mert ugye azzal, hogy a szóbeli hagyományok a leírás által megmerevednek, és nagyobb tekintélybe emelkednek, ez károsan is hat a
Tóra szabad, hogy mondjam, megélésére és megvitatására, értelmezésére és fejlesztésére. De amikor ugye már nagyon elhúzódott a templom pusztulása utáni diaszpóra, ugye soha ilyen hosszú diaszpórája nem volt előtte Izraelnek, hiszen a babiloni fogság az csak 70 évig tartott, ez meg akkor már ugye több mint 100 éve tartott, és látszott, hogy nem is lesz vége egy hamar, akkor Júda Hanászi, a Sanhedrin akkori elnöke úgy döntött, ki is mondta ezt, hogy megszegem a szóbeli hagyományt azért, hogy a későbbi nemzedékek meg tudják tartani a szóbeli hagyományt, és ezzel a tudatos döntéssel és megfontolással elkezdte leírni, ő először csak a legfontosabbakat, hogy azok ne merüljenek feledésbe. Ez nem is lett nagyon nagy terjedelmű, ezt nevezzük ezt a művet úgy, hogy Misna. Ez elkészült időszámításunk szerint 180 és 200-220 között körülbelül, de mihelyt Júda Hanászi meghalt, az utódai követve a példáját, de lehet, hogy némileg túlzásba esve, már nem csak a legszükségesebb hagyományokat rögzítették le, hanem elkezdték ezt a kutatómunkát, és nekiláttak annak, hogy minden létező értelmezést és hagyományt írásban rögzítsenek. Hát ez egy paradox lépés, és ebből látszik, hogy ugye a Talmud az egy paradox mű, mert saját fundamentumát is kritikával illeti, hiszen az a szóbeli hagyomány, hogy nem szabad leírni a szóbeli hagyományt, mert aki leírja, az olyan, mintha elégetni az egész Tórát. Ez a szóbeli hagyomány leírva ugyanígy szerepel a Talmudban, tehát az egésznek a mélyén a diaszpóra létnek egy ilyen mély paradoxona áll. Most ugye éppen emiatt a Talmudnak az összes részei nem kötelezők a zsidókra, nem is lehet, hiszen egymással ellentétes álláspontokat is egyformán tartalmaz, és esetenként nem is dönti el, hogy melyik a helyes álláspont. Azért tanulása neve, mert nem arra szolgál, hogy végső álláspontot adjon az olvasónak, hanem arra, hogy segítse abban, hogy amit arról addig mondtak már zsidó rabbik arról a kérdésről, azt ő mind megismeri. Talmudban 14 verzió van arról, hogy a Jób könyvét ki írta, és mikor. 14 különböző elbeszélés, vagy legenda, vagy hagyomány, és a Talmud a végén megállapítja, hogy nem tudjuk eldönteni, hogy a 14 közül melyik az igaz. Vannak olyan esetek, amikor a Talmud kimondja, hogy ezt a kérdést csak a messiás, vagy a messiás előtt megérkező Illés fogja tudni eldönteni. Na most ugye az ilyen kérdésekben természetesen a zsidóságban szabad az értelmezés, tehát mindenki azt szerint csinálja, hogy ő a lelki ismerete szerint jónak látja, és ugye ez okozza azt, hogy számos különböző irányzat van, sőt, hogy tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy minden egyes zsidó egy külön irányzat. És ezért van ugye az a vicc is, hogyha két zsidó egy lakatlan szigeten kivetődik, akkor három zsinagógát építenek, mert az egyik bejár az egyik, a másikba, a másik, a harmadikba meg be se teszik a lábukat. Tehát ugye ez nagyon eltér a kereszténység belső világától, és ezért elég nagy empátiára van szükség ahhoz, hogy a kereszténység, vagy még azon is kívüli pogány szemléletmódból ez megérthető legyen. Mert hát ez egy Tóra által létrehozott speciális belső életforma. Na most tehát leírta Júda Hanászi 180 és 220 között a Misnát, amiben ő azért arra törekedett, hogy a minimálisat írja csak le, mert ő még azért figyelembe vette azt, hogy jobb lenne ezeket le se írni. De aztán utána az ő követői, ezek az úgynevezett amorák, így hívják az ő utána jövő rabbikat, illetve most lehet, hogy ezt nem is jól mondtam, mindegy, de azt hiszem jól mondtam, tehát, hogy ez ugye több száz embert is jelent, vagy talán még az ezret is túllépi ezeknek a rabbiknak a száma, akik viszont tovább kommentálták a Misnának minden egyes szavát és sorát.
ennek során az összes létező hagyományt fölkutatták és belefoglalták, vitákat és mindent, és ezt a részét a Talmudnak úgy nevezzük, hogy Gemára, és a Misna meg a Gemára együtt a kettő azt nevezzük Talmudnak tehát. Tehát ez gyakorlatilag úgy néz ki, hogy a Tórának a kommentárja, az írott Tórának, a törvénynek a kommentárja a Misna, és a Misna kommentárja a Gemára. És a Misna és a Gemára együtt a Talmud. A Tóra és a Talmud együtt az pedig a komplett judaizmus. Illetve hát mivel ez a folyamat azóta is zajlik, tehát azóta föltalálták az elektromosságot, például is el kell dönteni, hogy az elektromos, hogy szabad-e szombaton elektromosságot használni, vagy nem. Ez ugye az elektromosság új jelenség, nem beszél róla a Biblia. Végül is a rabbik úgy döntöttek, hogy tűznek kell minősíteni az elektromosságot, hiszen az villanyba, az izzószálba meg tehát meleget okoz és fényt. És mivel tüzet gyújtani szombaton nem szabad, tehát akkor a rabbik meghatározták, mint a bír, úgymond a jelenleg funkcionáló bírói rendszere Izraelnek, hogy nem gyújthatnak, nem használhatnak elektromosságot szombaton. Tehát mivel az élet új és új kérdéseket produkál a Tórát illetően, ahogy változik az emberiség életmódja, ezért új és új kérdések, megint új és új problémákat vetnek föl, és ezért bár a Talmudokat lezárták már időszámítás szerint 600-ig, de maga a talmudi gondolkodásmód és az ehhez hasonló megvitatása a bibliai kérdéseknek, az a mai napig így funkcionál a zsidóság belső élete. Egyszer vitatkoztam zsidók részvételével is ilyen teológiai kérdéseken, benne Jézus Krisztussal és az egész kereszténységet is, meg minden, és akkor valaki megemlítette a Talmudot, és erre az egyik ott levő zsidó azt válaszolta, hogy hát a Talmud az, amit most csinálunk. És ez volt a legjobb válasz. Tehát amikor mert ez a tanulás, hogy nézeteket ütköztetünk bibliai kérdések tekintetében, de nem azért, mert haragszunk egymásra, vagy nem szeretjük egymást, vagy szakadást akarunk előidézni, hanem éppen azért, hogy az igazságot még mélyebben megismerjük. Ez némileg pozitív is, hogy ilyen rugalmasak egyébként egymással szemben. Hát, ha szabad, a kereszténységben egy kicsit ilyen merevebb a helyzet, nem? Hát ha szabad megjegyeznem, ez nagyon pozitív. Szerintem nem kicsit pozitív, hanem nagyon pozitív. Sajnos ugye a katolikus egyház az alapvetően egy pogány, római típusú tekintélyrendszert sajátított el, ami teljesen idegen az eredeti biblikus lazaságtól, most, hogy így mondjam. Tehát ettől a fajta, hát most gondoljunk bele, most csak egy példát mondok, hogy és akkor azzal kellően nagy sokkot okozok ahhoz, hogy ez érthető legyen. Amikor Izrael népe királyt kér, mert Sámuel proféta fiai korruptak lettek, és ezért nem tudják átvenni a bírói hivatalt a bírák korának a végén, plusz eléggé szétesőben van az ország, és ezért a nép úgy látja, hogy egy erős központi kormányzás, egy király ezt kezelni tudná, akkor az Úr világosan megmondja Sámuelnek, így fogalmaz, hogy ne haragudj meg rájuk, mert nem téged utáltak meg, hanem engem utáltak meg, hogy ne uralkodjam fölöttük. Úgyhogy mondd meg nekik, hogy a királynak milyen előjogai lesznek, hogy ezzel ők nem fognak jól járni. Erre Sámuel elmegy, megmondja a népnek ezt az egészet, mire a nép közli, hogy de ő akkor is királyt akar, mire a Sámuel fölháborodik, stb., de utána azt mondja, hogy hát ha így döntöttetek, akkor viszont én segíteni fogok nektek, és ugye ezután nem csak, hogy a próféta elmegy maga királyt választani, miután előtte, ugye ezt a megengedő akarat kapcsán is azt hiszem tárgyaltuk ugyanezt a kérdést. Na most ugye az, hogy az Isten szelleme választja ki Sault, utána Dávidot, utána Salamont. Ez azt mutatja, hogy Isten együttműködik egy olyan dologgal, amiről előtte kimondta, hogy nem ért vele egyet.
Ez olyan mértékű demokratizmusra van, most ha így fogalmazok, tehát hogy az Isten hajlandó volt elfogadni a nép döntését úgy, hogy ő maga nem ért vele egyet, és mégis utána a szellemével segít nekik, hogy azt jól valósítsák meg, amiben ő nem értett egyet eleve se. Vagy például az előbb említett példa, hogy a Mózes számos esetben, de nem csak Mózes, hanem Ábrahám, Mózes, Jób, Illés, Jeremiás, ugye perbeszállnak Istennel, és vitatkoznak vele, és meggyőzik Istent, és Isten elfogadja az álláspontjukat, és aszerint cselekszik, ugye tulajdonképpen minden közbenjárásnak, közbenjáró imának ez a lényege. Ez azt mutatja, hogy a mi Istenünk, én úgy szoktam mondani, hogy nekünk olyan Istenünk van, akivel lehet beszélni. Tehát ugye szokták így mondani, hogy nekem olyan főnököm van, akivel lehet beszélni, meg van olyan, aki azt mondja, nekem olyan főnököm van, hogy azzal sajnos nem lehet beszélni. Ugye nagyon nem mindegy, hogy a tekinti milyen struktúrában van értelmezve. És a mi Istenünk az egy olyan Isten, akivel lehet beszélni, meg lehet győzni, együtt tud működni ő is, mint ahogy mi is ő vele, és ezért ez mutatja, hogy még az egész világmindenség kormányzásának a szempontjából is ez egy meglehetősen demokratikus hozzáállás ahhoz képest, hogy ugye Isten a mindenhatóságánál fogva le is uralhatná teljesen az egész rendszert, de visszahúzódó és önkorlátozó magatartást tanúsít, nyilván például is adja ezzel önmagát. Tehát ugye ez egy elég, tehát ez így egy biblikus konstrukció, és ugye ez pedig ezt a fajta lazaságot. Ugye rendkívül a zsidóság, de én abban látok egy nagy különbséget, hogy a keresztények úgy fogják föl, hogy akkor szeretjük egymást, ha egyet értünk. Na most valójában megnézzünk egy családot, egy jól működő szeretett légkörében lévő családot, akkor is láthatjuk, hogy nem azon alapul a szeretet, hogy mindenki mindennel, mindenben köteles egyetérteni. Egy jól működő és szeretetteljes légkörű családban a vitának, a nézetkülönbségnek, még akár a szenvedélyes vitának is van helye, hanem azt kell megtanulni, hogy ez nem érintheti a szeretetnek az egységét. Tehát magyarul az, hogy én nem értek egyet a testvéremmel, az nem jelenti azt, hogy egy adott élethelyzetben nem adom oda azonnal az életemet helyette. Nem tudom, érthető, amit mondok. A szeretet annak nem az egyetértés a fundamentuma, mert a szeretet az nem egy értelmi dolog, hanem egy szívbeli dolog. Hát nincs két olyan házastárs szerintem a világon, aki a világ minden kérdésében a legapróbb részletekig egyetért, és minden házas ember tudja, hogy a házasság nem a legapróbb részletekig menő totális egyetértésen alapul, hanem a kölcsönös szereteten, amivel akkor is együtt tudunk működni, amikor nem értünk egyet, és egymás kedvéért különböző engedményeket teszünk. Tehát ugye tulajdonképpen ez a belső légköre a zsidóságnak, mint szent népnek, és ezért nem kell félteni, úgy mondom, a zsidóságra az a jellemző, hogy amikor nagy presszió alatt áll, akkor egységesül, amikor viszont könnyű és boldog hétköznapi áldott jólétben él, akkor megengedi magának a sok vitát. Keresztényeknél néha én azt látom, hogy fordítva működik, és ez tényleg a katolikus tradíciónak a következménye, hogy amikor boldog hétköznapok vannak, akkor, hogy mondjam, valahogy mindenki elvárja a másiktól, hogy teljes egyetértés legyen, és semmiféle nézetkülönbség vagy vita ne legyen. Bár egyébként ugye valójában azért a természetes módon mi is lehetővé tesszük ezt normális keretek között. Viszont sajnálatos módon, amikor meg nagy presszió van, akkor meg sokszor széthasadozik az egység.
és ezért fontos azt tudni, hogy a testvéri egység az nem az értelmi egyetértés teljességén alapul, hanem az egymás iránti önfeláldozó akár szeretetem. Ugye a keresztények, akik olvassák az Ószövetséget és az Új Szövetséget is, és hát végigkísérhetik úgymond a judaizmusnak a megszületését, illetve a zsidó történetet, a népnek a sorsát, de közben olvassák azt a Jézusnak a fellépését, munkáját, tevékenységét, meg nyilván az áldozattal kapcsolatos tényeket is, hogy aki sematikusan gondolkodik, az gondolhatja úgy, hogy a judaizmus benne is van a nevében, hogy Ószövetség, tehát hogy az már a múlt, és az Új Szövetség az a jelen. Mégis azt látjuk, hogy a judaizmus átnyúlik az Új Szövetségbe, és itt is tenném föl akkor ezeket a kérdéseket, amit a szerkesztőségi kérdéseket, amiket kaptunk, ugyanis erre kérdeznek rá, hogy hogyan érdemes a judaizmushoz viszonyulni hívőként, és mit tanácsolna azoknak a keresztényeknek, akik a zsidó gyökerekkel rendelkeznek, és szeretnék a zsidó hagyományokat és vallást is gyakorolni. Tehát itt a zsidó-keresztény együttélésről, egymás mellettélésről kérdeznénk. Hát ezek szintén nagyon mély, messzire vezető és bonyolult kérdések, úgyhogy megpróbálok röviden és tömören válaszolni. Tehát egyrészt az teljes mértékben igaz, hogy a názáreti Jézus Krisztus engesztelő áldozatával az emberiség az Új Szövetség világkorszakába lépett át. Ezért az a posztbiblikus judaizmus, amelyik Jézus Krisztust ugye messiásként nem tudta elfogadni, amit azért fogalmazok így, mert ez nem csak a saját hibája volt, hanem Pál egyértelműen kimondja, hogy a maga Isten akadályozta meg a mély álom szellemével a zsidóságot, azért, hogy a nem zsidó népek ebben az újabb korszakban föl tudjanak zárkózni, úgymond, hogy aztán a zsidóság és a nem zsidó népek együtt lépjenek majd be a messiási királyságba, és ennek érdekében Isten a zsidóságot átmenetileg a kispadra ültette, lecserélte a játékból, hogy úgy mondjam, és az egyházat léptette pályára. Ezért a zsidóság most egy kicsit, szó szerint talán úgy lehetne mondani, hogy el van, mint a befőtt, tehát egy ilyen, a posztbiblikus judaizmus az tulajdonképpen egy konzerv ilyen értelemben, ami arra szolgált, talán azt lehet mondani üdvtörténeti szempontból, hogy a zsidóságot, mint népet ebben a 2000 évben a nagy szétszóratás ideje alatt egyben tartsa, és megtartsa és egyben tartsa, és továbbra is elkülönítse mind a keresztényektől, mind pedig a nem zsidóktól, mert ugye ha ebben az időszakban a zsidóság akár a keresztényekkel való összeházasodások, akár a nem zsidókkal való összeházasodások révén felszívódna, asszimilálódna teljesen, akkor nem tudnának beteljesedni a profétai ígéretek Izrael helyreállítására nézve, és nem tudna eljönni az Isten birodalma. Ezért Istennek gondoskodnia kellett, hogy 2000 évre egy judaizmus befőttet csinált tulajdonképpen, hogy elálljon, és ez a posztbiblikus judaizmus. Ez az oka egyébként annak, hogy a babiloni Talmud határozza meg most a zsidóság életét, és nem a jeruzsálemi Talmud, amiről alig hallani. Ugyanis a babiloni Talmud azzal foglalkozik, hogy a diaszpórában élő zsidóság hogy tudja megélni a törvénnyel való kapcsolatát, a jeruzsálemi Talmud meg azzal, hogy a Szentföldön élő zsidóság hogy tudja megélni ezt, és mivel a kettő teljesen más, mert bizonyos törvények csak a Szentföldön vannak érvényben, a diaszpórában nincsenek érvényben, ugye minden olyan törvény, ami úgy kezdődik, hogy amikor majd bemégy a te földedre, akkor annak a terméséből ezt meg azt csináld, ez csak a Szentföldre és csak a Szentföld terményeire stb. Vonatkoznak. Tehát másképp kell a törvényt megélni diaszpórában, mint a Szentföldön, és mivel az elmúlt 2000 évben a zsidóság diaszpórában élt, ezért a babiloni Talmud lett a fő könyvtár, és a jeruzsálemi Talmudot viszonylag kevesebben is csak a, hogy mondjam, passzióból olvassák, illetve hát most, hogy újra lett Izrael állam, így most lehet, hogy megint előtérbe fog kerülni.
Na most azt nagyon fontos leszögezni, és ezért is mondtam az elején, hogy a Talmud az mindent összeszed, ami csak elérhető volt, egészen őrült dolgokat is. Mert nem az a célja, hogy dogmatikus cselekvési mintát adjon, kötelezően követendőt, hanem csak az, hogy mindenről minden zsidó információ meglegyen egy gyűjteményben, és tanulmányozható legyen. Na most ugye ebből fakad az, hogy amit már az előbb is mondtam, hogy a Talmud ellentétes álláspontokat és eltérő álláspontokat is tartalmaz, és ezért nem is lehet elvárni kötelezően a megtartását, és ez nem is volt eredetileg így benne a pakliban. Ugye az ultraortodox zsidóság az, amelyik a Talmudot a legszigorúbban veszi, de ez nem feltétlen csak az egyetlen lehetőség. Ugye mondok egy példát. Ez azért fontos, mert amikor rágalmazzák a zsidóságot, akkor sajnos itt van a csúsztatás ezzel kapcsolatban. Ugyanis például amikor például vitatkoznak arról, hogy a pogányokat hogyan értékeljék, a nem zsidókat, a zsidók, akkor ugye ütköznek az álláspontok, és az egyik rabbi, nyilván egy szélsőséges figura, azt mondja, hogy ő szerinte a pogányokat mind meg kellene ölni, még a legkiválóbbjaikat is. Na most hát ez nem egy barátságos vélemény, és akkor például a Kuruc Info lehozza ezt, hogy a Talmud azt állítja, hogy az összes pogányt meg kell ölni, még a legkiválóbbakat is, és hát ezt nehéz megcáfolni, mert benne van ez a mondat a Talmudban. Csak azt viszont nem hozza le a Kuruc Info, hogy nem sokkal később ugyanebben a vitában egy másik rabbi meg azt mondja, hogy az a pogány, aki tanulmányozza a Bibliát, az Ószövetséget, a Tórát, az egyenrangú a főpappal. Na hát ez is elég szélsőséges állítás, de ez meg szélsőségesen pozitív. Mikor én egyszer a rabbi képzőn bocsánatot kértem, mert nagyon mélyen beleavatkoztam, és szenvedélyesen egy ilyen törvényi vitába, és akkor egyszer csak rájöttem, hogy hát nekem ez nincs is közöm. Mondtam, ne haragudjatok, hát én mégis keresztény vagyok, bocs, nem akartam beleszólni, és akkor egy ultraortodox, kaftános, pajászos osztálytársam szólt rám, hogy ne mondd ezt, mert a Talmudban az van, hogy az a pogány, aki tanulmányozza a törvényt, az egyenrangú a főpappal. Na ugye ezt a mondatot viszont nem idézi a Kuruc Info, tehát ezt azért mondom, mert amikor a Talmudból bizonyos álláspontokat kiragadnak, és úgy állítják be, mintha az a zsidóság hivatalos véleménye lenne, ez egy óriási hazugság. Ez ugyanolyan, mint hogyha azért, mert az én könyvtáramban megvan Petőfi Sándor összes verse, és a Petőfi kötetben van egy olyan vers, ami mondjuk, mit tudom, bibliailag nem teljesen erkölcsös, ebből nem lehet levonni azt a következtetést, hogy akkor én azzal egyet értek. Tehát a zsidók nagy része a Talmud nagy részével nem ért egyet, és nem is kell vele egyet értenie. Úgyhogy ezért fontos ez a posztbiblikus judaizmusnak ezt a rugalmas, vagy ilyen laza szerkezetét átlátni. Protestáns egyházaknál van ilyen, de mondjuk ugye, amihez itt Európában szoktunk, főleg a római katolicizmus, ami a legkegyetlenebb, legkeményebb hierarchikus tekintélyi struktúrát hozta létre, ez sajnos rossz, hogy mondjam, beidegződéseket alakított ki, és ez így kevésbé biblikus a véleményem szerint. Igen, akkor visszakanyarodok itt az eredeti kérdéshez, hogy mit tanácsolnál azoknak a keresztényeknek, akik zsidó gyökerekkel rendelkeznek, és szeretnék a zsidó hagyományokat és a vallást is megtartani? Igen, az a kérdés második fele volt, igen, hogy itt két dolog van. Ha nem zsidó származású keresztény be akar térni a judaizmusba, arról Pál apostol a Galatákhoz írt levélben teljesen világosan azt mondja, hogy az nagyon helytelen lépés. Ugyanis egy újjászületett keresztény az új szövetségben már magasabb szinten van, mint az Ószövetség állapota, és ezért onnan visszalépni az Ószövetségbe,
Az egy visszafelé mozdulás az üdvtörténet áramlatához képest, és ráadásul hát egyfajta illetéktelen beavatkozás is bizonyos értelemben, hogy így mondjam, mert nem szükséges a kiválasztott népet nem zsidókkal gyarapítani. Éppen ezért ugye a zsidóság nem is térítő vallás. Ha valaki be akar térni a zsidóságba, akkor a rabbi háromszor is, meg köteles háromszor lebeszélni. És csak a háromszoros lebeszélés után is ragaszkodik ahhoz, hogy ő be akar térni, akkor engedik meg neki. Mert ugye az az érv, hogy ha ő pogány marad, akkor mindössze 7 parancsot kell megtartani, a Noénak adott 7 parancsot ahhoz, hogy üdvözüljön. Ha viszont betér zsidónak, akkor ugyanehhez 613 parancsot kell megtartania. Tehát zsidónak betérni az körülbelül olyan, mint elmenni katonának. Tehát zsidónak lenni az egy a nap 24 óráját átfogó folyamatos extra fegyelmezett életet igényel, hiszen a tisztasági rendszabályok, az étkezési rendszabályok és az összes többik gyakorlatilag egy katonai fegyelem mellett tarthatók meg, és ez feladata is volt a kiválasztott népnek. De a többi népnek ez nem feladata, és fontos tudni, hogy egy zsidó nem magasabb rendű attól, hogy ebben a feladatban áll, hanem csak egyszerűen más az üdvtörténeti funkciója, de nem magasabb rend. A judaizmus szerint sem, szeretném kihangsúlyozni, a judaizmus szerint sem magasabb rendű egy zsidó egy nem zsidónál. Tehát a noahita törvényeket megtartó zsidó, illetve nem zsidó, az erkölcsileg Isten előtt ugyanolyan színvonalú embernek minősül, mint egy mind a 613 parancsot megtartó zsidó. És ez a judaizmus álláspontja is, szeretném kihangsúlyozni. Tehát ezért nincs értelme, ugye Istenhez nem lehet így közelebb kerülni, mert ha már valaki amúgy is gyermeke Istennek, akkor már nem tud jobban a gyermeke lenni annál, mint hogy már a gyermeke, édes gyermeke, született gyermeke. És na most a másik eset, ha viszont zsidó származású keresztényről van szó, akkor ott ezt úgy lehet fogalmazni, hogy ő neki, ha nagyon akarja, és ennek minden terhét föl akarja vállalni valamilyen okból kifolyólag, akkor ő neki szabad körülmetélkedni, meg megtartani a törvényt, én így fogalmaznék, mert egy nem zsidónak ez nem is szabad a Galata levél értelmében. Egy zsidónak szabad, de azt viszont tudnia kell, hogy ez nem játék, tehát ha egyszer így dönt, akkor utána ebből nincs kiszállás, mert ez ugyanamint egy házasság, tehát ez egy életre szóló szövetségi döntés. És akkor viszont az egész életében hát sokkal komolyabb terheket vesz föl, és ráadásul ettől sem jobb ember nem lesz, ez nagyon lényeges, nem lesz ettől igazabb ember, hiszen a törvény megcselekvéséből nem lehet megigazulni, tehát a dolognak semmiféle szellemi, erkölcsi hasznát nem fogja húzni, hanem egyetlen egy értelme lehet az ilyen döntésnek, és ez pedig az, hogy a zsidó néppel közösséget akar vállalni, mint keresztény, és mint egy benzsidó származású, és egyszerre akar úgymond a zsidóság és az egyház tagja lenni, ez viszont lehetséges, ez így élt ugye a 12 apostol is, sőt maga Pál apostol is, hiszen ők is megtartották a törvényt újjászületésük után is, de nem azért, mintha ennek a megigazuláshoz bármi köze lenne, hanem inkább azon a módon, ahogy Jézus mondta keresztelő Jánosnak, mikor ment megkeresztelkedni, és ugye János mondta, hogy hát neked erre nincs szükséged, és erre Jézus azt mondta, hogy ez igaz, de engedj most, mert így illik minden igazságot betöltenünk. Tehát ha egy zsidó keresztény számára világos az, hogy a törvény megtartásával semmiféle megigazulásbeli vagy jóságbeli előnyre nem tesz szert
a többi keresztény testvéreivel szemben, és semmiféle erkölcsi vagy szellemi magasabb rendűsége, vagy az Isten általi jobban szeretettsége ettől nem jön létre, hanem egyszerűen csak azért, mert ő zsidó, és neki illik ezt az igazságot is úgymond betölteni, egyszerűen csak, mintha még egy plusz ajándékot vinne Istennek, akkor ezt megteheti, de akkor ennek egy felelős döntésnek kell lennie, és ezért azért az a tapasztalat, hogy egyenlőre nem sokan választják ezt, legalábbis ilyen felelős formában. Na most felelőtlen formában pedig, tehát hogy játékból megtartom otthon a Hanukkát, meg a Peszachot, néha megtartom, néha nem tartom, nem vagyok körülmetélve, de azért Peszachot tartok, meg hasonló játszadozások, ezek szilárd meggyőződésem szerint hát a legrosszabb fajta vallásos játszadozások kategóriájába tartoznak, és az a baj, hogy könnyen a mágiába is átcsúsznak, hiszen ugye itt szimbolikus cselekményekről van szó, amik, hogyha nem teljes mértékben az isteni rendtartás alapján történnek, akkor pillanatok alatt a mágiába fut ki, és ugye ezzel az a nehézség, hogyha valaki csak így szórakozik. Tehát most fölteszek neked egy kérdést, bár te lehet, hogy már tudod a választ. Esznek a zsidók Peszachkor bárányt? Húha, hát esznek, igen. Nem, elő nem fordulhat. És miért? Hát azért, mert ugye elrendeli a peszachi bárány áldozatát minden évre a Tóra a 2 Mózesben, a kovásztalan kenyerekkel együtt, de aztán az 5 Mózesben valahol van egy ilyen kis félmondat, félversnyi kis mondat, hogy a peszachi bárányt kizárólag az Úr sátoránál, az oltárnál lehet levágni. Most ezért, amióta a templom elpusztult, azóta a zsidóság nem eszik bárányt a Peszachkor, és éppen ezért nem is hívják Peszachnak, hanem széderestének hívják azt az estét, ami rend este, vagy rendezett este. Kovásztalan kenyeret azt esznek, mert arról viszont azt mondja a Tóra, hogy ez minden lakóhelyet, ezt minden lakóhelyeteken tartsátok meg, de a bárányról viszont azt mondja, hogy az csak a szent, tehát a templomnál lehet levágni. Ezért ma a széderestéken pulykát, csirkét, bármit ehetnek, de bárányt garantáltan nem. Kovásztalan kenyeret viszont kötelesek egy hétig enni. Na most ugye ebből azt azért mondtam, mert ebből az a nagy tanulság, hogy hogyha most egy keresztény fogja magát, és azzal játszadozik, hogy ő most megtartja a Peszachot, és akkor bárány, levág egy bárányt, és akkor bárányt teszik Peszachkor kovásztalan kenyérrel, akkor egyrészt megszegte a Tórát 2 ponton is például, mert egyrészt azt mondja az ige, hogy csak körülmetél tehet belőle. Persze erre ők azt mondják, hogy de hát a szíve körül van metélve, oké, akkor viszont szellemi bárány tegyen, ha csak a szíve van körülmetélve. Ha a teste nincs körülmetélve, akkor ne fizikai bárány tegyen, mert itt is látszik, hogy káosz van a gondolkozásmódban. A másik meg, hogy nem is ehet bárányt, mert nincsen a jeruzsálemi templom, ahol levághatná. Tehát azt nem lehet játszani, hogy félig visszamegyek a törvény alá, félig meg nem, és hogy szabadon választott gyakorlatotként, hol megtartom a törvény valamelyik ilyen csak zsidókra vonatkozó rendtartását, hol a másikat megszegem, mert ez viszont a mágia, a varázslás kategóriájába fog esni, mert ez egy játék, nem pedig a szövetségi hűség. Ha valaki a törvény alá belép, és ezt hangsúlyozom, hogy csak zsidó származású kereszténynek áll jogában isteni szempontból megtenni, de neki sem szükséges, és neki is a legnagyobb elővigyázatossággal. Ha viszont megteszi, akkor Pál apostol úgy fogalmaz, hogy aki körülmetélkedik, az köteles az egész törvényt megtartani. Ugye nyilván mindent, ami megtartható, és állandóan, tehát nem lehet azt játszani, hogy egyik
héten ez, másik héten az. Most ezt a felelősséget kevesen vállalják föl, és ez teljesen érthető is, és nem is szükséges, hogy többen fölvállalják, mint ahányan fölvállalják. Ugye ez a messianisztikus zsidóságban egy létező dolog, de ugye a messianisztikus zsidóságban is egyébként óriási belviták vannak, pontosan ezen kérdések körül, tehát a zsidó kereszténységben, Izraelben is, és szerte a világon ők egymás között is ezen a területen feszültségekben vannak, ami szintén azért van, mert a törvény megtartása az rengeteg olyan új problémát vet föl, ami amúgy nem lenne probléma, de a törvény megtartásával ezek bejönnek, és onnantól kezdve viszont már hát nehezebb úgy élni. Amit mondtál is, hogy ha valaki nekiáll, és zsidóként, de keresztényként is, tehát hogy zsidó keresztényként nekiáll, és úgy gondolja, hogy szeretné ezeket a törvényeket megtartani, azért ez egy rendkívül, tehát a saját személyre nézve is egy nehéz döntés, vagy nehéz dolog, nem? Mert azt látni, hogy valaki már attól is néha erkölcsi felsőbbrendűséget érez, ha szimplán nem eszik disznóhúst, a többiek meg igen. Tehát, hogy az embernek a személyiségére azért ezek hatnak, vagy abszolút hatnak, és sajnos nagyon sokszor tapasztaltuk azt, hogy a messianisztikus zsidóságnak pont nem a komoly részében, hanem pont ebbe a vallásos játékokat folytató ilyen szelektív, ezt megtartom, azt nem tartom meg, tehát ilyen játszadozásában résztvevők általában elég erős, hamis, felsőbbrendűségi érzéssel rendelkeznek a többi keresztény testvéreikhez képest. Most ugye Pál meg Péter pont ez ellen kell ki, amikor a leveleikben hangsúlyozzák azt, hogy a nem zsidó keresztény és a zsidó keresztény az a megigazulás tekintetében és az Isten fiúság tekintetében teljesen azonos jogokkal és azonos szeretettséggel és azonos kegyelemmel és azonos ígéretekkel és minden ilyesmivel bírnak. Ugye ezt Pál világosan kimondja az Efézusi levél 3. fejezetében, hogy a pogányok örökös társak és részesei Isten ígéretének Jézus Krisztusban. Tehát ezért a pogányoknak semmi szükségük nincs arra, hogy visszamenjenek ugye a törvény alá. Amikor viszont egy zsidó származású keresztény, akinek ez lehetősége van, a törvényt is elkezdi megtartani, vagy részben, nagyon-nagyon sokszor jelentkezik furcsa mellékhatásként sajnos az, hogy erkölcsi vagy szellemi felsőbbrendűségként éli meg, elkezdi lenézni a pogány keresztény testvéreit, és vagy akár kárhoztatni is őket, és mind szellemileg, mind erkölcsileg egy magasabb rendű lényként kezdi látni magát. Ez egy akkora kár, hogy ha ez az eredménye valakinél a törvény felvételének, az azt jelenti, hogy az egész kérdést alapjaiban érti félre, hiszen az egész törvény arra szolgál, hogy jobb és igazabb emberek legyenek, akik megismerik. Viszont teljes megigazulásra és jóságra nem tud elvezetni, hanem arra pont, hogy Jézus Krisztus az Új Szövetség által vezet el, és tehát aki ezeket a kérdéseket nem látja teljesen világosan, és nem kezeli teljesen biztonságosan, annak nem szabad ezzel a dologgal játszania, mert ennek általában rossz gyümölcsei szoktak születni. Még nagyon sok kérdésem van, de már csak egy kérdést tudok most föltenni, mert annyira van időnk, úgyhogy nem tudom a többivel mi lesz, majd azt megbeszéljük. Hogyan itt van, igen, mi a véleménye a zsidmenőkkel rendelkező keresztények aliázásáról? Hát én nem akarok erről így valamiféle ilyen, hogy mondjam, általános véleményt alkotni. Ugye itt ez megint elhívás tudat, küldetés tudat kérdése is, de ugye itt is megint vigyázni kell, mert a hamis elhívás és hamis küldetés tudat, meg az igazi elhívás és igazi küldetés tudatot azért nagyon, hogy mondjam,
aprólékos és odafigyelő munkával tudja az ember önmagán belül is elkülöníteni, hogy mi az, ami csak valamiféle ilyen pszichológiai eredetű vágy benne, vagy akár illúzió, és mi az, ami pedig valóban az isteni elhívás. A tapasztalat azt mutatja, hogy ezek nem mindig mennek könnyen, és ezért van az ugye, hogy itt maga a Biblia is úgy gondolkodik, hogy ilyenkor jó tanácskozni másokkal is, illetve hogy a külső visszajelzések, főleg a szellemi embereknek a külső visszajelzései, azok kulcsfontosságúak lehetnek abban, hogy az ember hát torzításmentes tükörbe nézve tudja megítélni azt, hogy neki tulajdonképpen most feladata-e aliázni, vagy nem feladata. Ugye még egyet mondanék, hogy ugye a judaizmus felfogása szerint, és az én, és egyébként szerintem ismert, szerintem biblikus ez az álláspont, bizonyítani lehet ugyanis az Ószövetségből, több igével is, az zsidó, akinek az anyja zsidó. Tehát itt nem mindegy, hogy milyen felmenőre vonatkozik a kérdés. Akinek az anyja zsidó, az teljesen zsidó, akinek viszont csak az apja zsidó, az egyáltalán nem zsidó, mert a Biblia erre több helyen is utal, hogy ez így öröklődik, most nem részletezem, hogy hogyan. És ugye ezért Izrael államának az alaptörvénye is úgy fogalmaz a bevándorlási, illetve a bevándorlási törvény, hogy Izrael állama köteles állampolgárságot adni mindenkinek, aki zsidó, és itt van egy csillag, és alul van egy lábjegyzet, hogy vagyis akinek az anyja zsidó a rabbinikus álláspontnak megfelelően, de utána a főszöveg úgy folytatódik, tehát, hogy hát Izrael állama köteles állampolgárságot adni mindenkinek, aki zsidó, vagy zsidónak a gyermeke, mert ugye Izrael állama a holokauszt tanulságait figyelembe véve minden olyan embernek menedéket kíván nyújtani, aki a zsidóktól való származása miatt akkor is üldöznek, hogyha ő közben rabbinikus hivatalos értelemben nem zsidó. Hát ugye a nácizmus nürnbergi törvényei szerint, akinek egy nagy szülője zsidó volt, azt már elvitték, és így aztán Izrael állama ugye ezeknek is letelepedést köteles adni. De ezért van az, hogy némely izraeliek, akik már akár benszülött izraeli is, ha megkérdezett, hogy zsidó-e, akkor azt mondja, hogy nem, ő nem zsidó, de izraeli. Ez ugye azt jelenti, hogy az anyja nem zsidó, de a zsidó felmenői miatt Izrael állama menedékjogot biztosított számára. Na most nagyon sok izraeli van, aki ilyen anyanyelve a héber is katonáskodott, és az egész életét születésétől ott élte le, de nem tekinti magát zsidónak, hanem izraelinek. Na most, hát ugye nem tudunk minden kérdés, részletkérdésbe belemenni, és azért az ördög az nagyon sokszor a részletekbe bújik el, hogy most egy konkrétan egy kereszténynek, akinek esetleg zsidó felmenői is voltak, annak most az aliázás üzenete vagy nem üzenet, mert ezek nagyon egyéni sorsoktól is függő kérdések. Én talán annyit mondanék még, hogy a tapasztalataim szerint a keresztények között nagyon erős rózsaszín illúziók élnek Izrael államának a belső életéről, és aztán amikor néha vannak, hogy tényleg kimennek és ott élnek pár évet, akkor utána kétségbe esetten menekülnek haza, mert rájönnek arra, hogy az még nem az Isten országa egyelőre, ami jelenleg Izraelben fennáll, hanem még egyelőre csak egy előkészítő szakasz a messiás visszajövetelének, de azért ez még egy abszolút evilági társadalom annak minden hátrányával együtt is, és ezért sokszor nagyon nagy csalódások szokták érni az aliázókat, egyébként még a zsidó aliázókat is, mert
mert még erről ugye viccek is vannak bőséggel Izraelben, hogy amikor megmutatják nekik először az országot, hogy aliázzanak, akkor, hogy mondjam, angyalkák legyezgetik őket pálmafák alatt ülve a homokos tóparton, de aztán, amikor aliáznak, akkor viszont nem találnak munkát, és valami sötét lukba kell lakniuk, és kiderül, hogy nem volt fenékük tejfel az egész dolog. És Izraelben nagyon kemény az élet, tehát olyan értelemben, hogy rettenetesen sokat kell dolgozni, és nagyon keménynek kell lenni, mert nagyon erős ugye mind az üzleti életben, ugye azért ott csupa zsidók vannak, tehát azért igen, tehetséges emberekkel szembe kell helytálnia, ha üzleti életben sikert akar elérni, stb. Tehát nem olyan egyszerű az élet, nem beszélve az állandó háborús fenyegetettségről. Úgyhogy én azt mondom, hogy nyilván akit a Szentlélek úgy vezet, hogy ezt kell tennie, azt tegye meg, csak az legyen biztos, hogy az tényleg a Szentlélek vezetése, és nem valami egyéni fantazmagória, vagy illúzió, vagy hamis elhívástudat, mert amennyire így a tapasztalatból látható, 10 eset közül 9 az rosszul sül el, és 1 az, ami talán jól. Tehát erről ennyit mondanék akkor. Nagyon szépen köszönjük, dr. Ruf Tibor, a Szentpál Akadémia docense, filozófus, teológus volt a vendégünk. Nagyon köszönöm a beszélgetést. Én is nagyon köszönöm.